Európa szerte már ugye a mobilitás hét 16-át, szeptember 16-ától 22-éig tart, és ezeken a napokon ugye autómentes közlekedésre hívjuk fel a figyelmet. És ugye ez városi rendezvényként indult, annak idején Franciaországban 1997-ben, és egyre több Európai Uniós ország is csatlakozott ez a kezdeményezéshez. Ugye most már a nagyobb városokban is elterjedt, községekben is kezd elterjedni ez, hogy igenis tegyük le az autót, közlekedjünk biciklivel, és a gyerekeknek az egészséges életmód és a környezettudatos magatartásnak az elsajátításához. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon hasznos kezdeményezés. Idén lettem augusztusban igazgatója az intézménynek. Úgy gondoltam, hogy egy ilyen rendezvényt meg kellene honosítani itt az intézményünkben. Tulajdonképpen ez egy első alkalom, a következő alkalommal szeretnénk iskolát is bevonni. Nagyon örültünk neki, hogy az önkormányzat támogatott ebbe minket, képviselők, polgármester úr, szülők, tehát én úgy gondolom, hogy egy elég nagy tömeget tudtunk első alkalommal megmozgatni. Nagyon élvezték a szülők, izgatottan fújták a lufika, tették fel a szallagokat a biciklikre. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ők bennük is volt egy ilyen izgalom. Reméljük jövő éven már nagyobb tömeget tudunk megmozgatni, és ez a kezdeményezésünk meghonosul. Ugye vannak családi napjaink, ez igazából akkor arról szól, hogy az oldás gyermekeknek a szülei részt vesznek ezeken a rendezvényeken, de tulajdonképpen szeretnénk az óvodán kívül is bevonni a lakosságot ezekbe a programokba, és ez mondom, első alkalommal egy jó kezdeményezés volt, ahogy mentünk itt végig, integettek a gyerekeknek, kiabáltak, hogy hajrá, nagyon örültek neki, és úgy látom, nagyon pozitívan fogadták. Autósok türelmesen fogadták azt is, hogy le vannak zárva az utak. Köszönjük szépen a polgárőrségnek, hogy támogatott minket ebben a kezdeményezésünkben. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy sikeres napot délelőtt zártunk most. Ügyesek vagytok! Nagyon jó. Hello.